a helyi általános iskolások műsorával indult az emlékpark átadás Paszabon. A Nemzeti Összetartozás parkjában életfát és emlékművet is állítatott a község vezetése. Az emlékhely kialakítására a vidékfejlesztési programból nyert közel 5,5 millió forintos támogatást az önkormányzat, amelyet mintegy 1,5 millió forintos önerővel egészítettek ki. A településnek a jövőjét, illetve a múltját is megpróbáltuk úgy, hogy a gyermekek is tudják azt, hogy mit jelent az összetartozás, miért van rajta 64 levél, hiszen 64 vármegyét jelképez, amilyen a régi Nagy-Magyarországnál volt, illetve az emlékmű azért, hogy itt nyitott történelem órákat is tudnak tartani majd a pedagógusok, hiszen itt el tudják mondani azt, hogy miért, milyen is volt a Nagy-Magyarország a trianoni békeszerződés előtt. Vinnai Győző, a térség országgyűlési képviselője kiemelte, az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékezve, a Nemzeti Összetartozás napjává nyilvánította 2010-ben az országgyűlés június 4-ét. A Nemzeti Összetartozás parkja azt jelenti az én szemembe, hogy összetartozunk, éljen bárhol a magyarságnak a képviselője a világon. Az életfa azt jelképezi, hogy élni akarunk, és az emlékmű pedig az emlékezés fontosságára, hogy ezt az emléket át kell adni a generációknak, a fiatal generációknak, és tudniuk kell, hogy mi sohasem hátrálunk meg, és a magyar nemzeti érdekek alapján teremtünk egy élhető, fejlődő országot. Az eseményen Potápi Árpád, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a nemzeti összetartozás fontosságára hívta fel a figyelmet. Azt gondolom, hogy az elmúlt 14 év bizonyította azt, hogy mi nem csak a magyarországi magyarokban gondolkozunk, hanem minden magyarban egységes nemzetként fogjuk fel a magyarságot itt a Kárpát-medencében, illetve a nagyvilágban. És ha célokat fogalmazunk meg, akkor ezeket a célokat közösen fogalmazzuk meg, és az eredményeket is közösen érjük el. Nincs olyan települése, nincs olyan magyarok által lakott települése a Kárpát-medencének, vagy magyar közösségek bárhol a nagyvilágban, akik ebbe a nemzeti összetartozásba az elmúlt időszakban ne tudtak volna bekapcsolódni, és ahol ne lennének ennek a nemzetpolitikának kézzel fogható eredményei. A parkban elhelyezett életfa Berec István Ibrányi fafaragó művész alkotása, az emlékművet pedig a Nyírmárvány Kft. Felajánlásával állíttatta az önkormányzat.